Ezt majd egyszer videóban remélem megcsináljuk, de most beszéljük már át szóban, hogy vezess kérlek még minket egy meccsnapodon, úgyhogy ez egy hazai meccsnap, tehát hogy nem kell utazni, hanem otthon vagy, saját ágyadba ébredsz, egészen a reggeli ébredéstől a lefekvésig. Mi érdekel? Mit eszel? Mit iszol? Alszol-e délután? Mennyi időre indulsz el korábban a csarnokba? Hogy néz ki a bemelegítésed? Van-e meccs előtti babonád? Mit iszol meccs közben például, és hogy mitvel foglalkozol a testeddel? Mert szerintem ez nagyon sok ilyen hobbi sportoló magasról letolja. A lefújás után. Lefújás után mi történik a testeddel, amíg aztán hazaérsz? Jó, fölkelek reggel. Általában ugye a családdal kelek egyben, együtt kelünk, ami ugye általában 7:30-7:45 körülbelül. Fölkelünk, általában reggelizünk együtt a családdal. Én nagyon sokszor most ezt a oatmeal teszem, ez a standard reggeli most nálunk. Először is feleségem hatalmas hívő, és erőlteti nálam is, igen. A családnak, másrészt pedig tényleg nagyon szeretem, és ebből nagyon sokfélét lehet tényleg, most például ilyen mézeskrémes, tehát a citromhéj, meg mit tudom, mi szokott benne lenni, méz, tényleg nagyon finomokat lehet csinálni. Ez a reggeli, elviszem a gyerekeket az iskolába. Általában most például, amikor már jó idő van, akkor a kutyával együtt, tehát akkor lesétálunk, ami hála Istennek elég közel van az iskola, lesétálunk, akkor a kutyával is sétálunk, egy nagyot visszajövök, és utána általában meccsnapokon szokott nekem lenni egy sessionem a mental coach-sal, ami általában egy órát szokott igénybe venni, akkor átbeszéljük a heti dolgokat, mi történt, stb., valami általában valami témát mindig érintünk, és utána általában ugye az esti mérkőzések általában 9 óra körül szoktak lenni, úgyhogy 12-kor van a shooter round általában reggelenként, úgyhogy általában akkor egy órával előbb általában ott vagyok, akkor különböző okok miatt, vagy azért, mert kezeltetek, tehát vagy azért, mert valamiféle kezelést, mobilitás, mozgás, stb., vagy bemegyek a konditerembe, és szintén hasonló valamilyen aktivációs feladatot elvégzek. Itt még csak a reggeli van a gyomrodban, az oatmeal. Így még csak a reggeli van a gyomromban, így van. Általában szoktam mondjuk ugye mivel reggel 8, ugye a délig az már nagyon messze van, általában szoktam egy gyümölcsöt, egy banánt, egy almát, egy valamilyen, egy epret, vagy egy joghurtot még előtte, mielőtt elindulok edzésre. Akkor leedzük, ugye a 12-től általában egyik szoktunk edzeni, ez egy órás átmozgató edzés, ahol általában dobunk, vagy ilyen kicsit ilyen 10 perces egyéni képzés van esetleg a kis embereknek, átlődjük az összes támadó figuránkat, 2-5-ösben, és utána befejezzük úgy, hogy ugye az aznapi ellenfelünknek a fő figuráit lesétáljuk tulajdonképpen, és átvesszük. Akkor egy órakor ugye vége van az edzésnek. Tavaly ilyenkor volt egy közös ebédünk, amit a csapat biztosított egy szállodába, idén ez nincsen, úgyhogy ilyenkor hazajövök. Általában a mérkőzés napi ebédem az a kabinet csirkeri is. Ezt szeretem, mert nem szeretem akkor se leterhelni a gyomromat, se semmi különböző. Feleségem nagyon nagy gurmé, és szeret különböző dolgokat kipróbálni, de megkértem, hogy légy szíves, ha lehet, akkor a mérkőzés napja ebéd az ne, nem tudom milyen gurmé, indiai gurmé kaja legyen. Úgyhogy ez mindig a legegyszerűbb rizs és csirke, vagy esetleg egy lazac, vagy esetleg egy saláta még pluszba, esetleg egy krémleves, és utána pedig elmegyek aludni. Általában ez szokott lenni, ugye hát úgy néz ki, hogy akkor ugye délután 3 óra van körülbelül, vagy 2:30, mikor igazából elmegyek egy kicsit siesztázni. És ugye a meccs az 9-kor van, tehát hogy van egy 6 óránk igazából, ami rettentő. Tehát ha nem feküdnék le, akkor nem is tudom, mit csinálnék igazából ebben az időben. Fölmegyek, általában berakok valami kis sorozatot, amit még nézek, vagy kicsit lenyugodjak, és utána egy általában 4:30 körül szoktam fölkelni. 4:30 körül fölkelek, akkor ismét csinálok magamnak egy oatmeal-t, amit általában egy olyan oatmeal-t szoktam csinálni, ami ilyen peanut butter-ös, szóval rengeteg protein van benne, minden dolog, és még csinálok magamnak egy pirítóst is pluszba, és egy kávét, ezt általában meg szoktam enni, akkor kicsit leülök még, kicsit nyugodtban vagyok, nyugszom egy kicsit, általában a gyerekek akkor pont ilyen 5 óra, 5:30 fel hazaérnek, akkor kicsit még velük vagyok, és akkor 2 órával a mérkőzés előtt kell ott lenni nekünk, tehát 7 órára mindenféleképpen oda kell érni, úgyhogy én 6:20, 6:30 változó, amikor el szoktam indulni, odaérek, akkor szépen átütözök, 7 órakor van egy csapat videó, egy eligazítás,
ahol még egyszer átnézzük ugye az ellenfélnek a figuráit, taktikait, individuális dolgokat, és akkor ugye van általában egy ilyen 1 óra 40 percünk, 1 óra 30 percünk, amit igazából magunkra tudunk fordítani ugye a mérkőzés elkezdéséig. Én rögtön a videószobából egyenesen én vagyok az első, aki kimegy a pályára, mert nem szeretem akkor, amikor 48 darab labda repülget össze-vissza, és akkor mindenki ott van, hanem szeretem a kis maga, kis rutinomat végigcsinálni. Van egy kis shoot-around rutinom, ami kis lay-up-okkal kezdődik, utána egy pár büntető, és igazából mindig az van, hogy ugye különböző célokat tűzök ki magam elé, hogy mondjuk 5 bedobott zsinórba, akkor mehetek a következő helyre, triplákból, stb., és akkor ezt mindig megszeretném. De itt még semmilyen egyéb bemelegítésed nincsen? Tehát itt megérkeztél, videóztál. Tehát kimész, és kvázi hidegen dobsz? És akkor rögtön dobni megyek. Ez nyilván ez egy ilyen nagyon laza a dobás, hogy nem csinálok semmit 100%-osan. Hogyha befejeztem a dobórutinomat, akkor utána megyek az erőléti edzővel, akivel bemelegítjük a bokát, bemelegítjük a térdemet, stb., és onnan bemegyek az öltözőbe. És akkor itt az öltözőben, ami általában akkor 1 óra van már hátra, vagy 1 óra 10 perc van a mérkőzés kezdetéig hátra, akkor vagy néha akkor megmozgatatom magam a gyúrókkal, vagy valamilyen kezelést kérek, vagy krémet, valamikor meg csak leülök szépen a helyemre, bocsánat, és hallgatok egy kis zenét, valamikor bemegyek a konditerembe, ott hallgatok, nagyon sokszor például van. Mi a meccsre hangoló zenét? Van valamilyen go-to? Nincsen semmi különös. Nem vagyok egy nagy ilyen zeneguru. Spotify, nagyon sokszor beírom, mit tudom, pre-game mix, vagy valami ilyesmi, és akkor ami esik, ahogy esik, úgy koppan, úgyhogy nem vagyok egy nagy zenehallgató, de ilyenkor szoktam egy kicsit. És ez is változó, mert valamikor szeretek egy kicsit, hogyha mondjuk úgy érzem, hogy kicsit, hogy mondjam, feszültebb vagyok, akkor így kicsit nyugodtabb zenét rakok be. Valam volt olyan is, hogy akkor elmentem meditálni, egy 10 perces ilyen kis rövid, ilyen kis irányított meditációt lefektem, becsuktam a kezemet, hogy kicsit nyugodjak le. Valamikor megérzem magamon, hogy ma szétzsákolom a gyűrűt, akkor valami kis nagyon kis pámpos zenét belerakok. És akkor utána várok, amíg bejönnek az edzők, 40 perccel a mérkőzés előtt bejön az edző, az összes edző, és akkor úgy van egy utolsó, amikor tipikus, hogy föl van írva a támadás, védekezés, taktika, mi az utolsó, mit fogunk csinálni, mit védekezünk a 4-essel, mit védekezünk az 5-össel, stb. Az egy általában egy ilyen 6-7 perces eligazítás, ami utolsó eligazítás, mielőtt kimegyünk a közös melegítésre, ami általában 30 percre ugye a mérkőzés kezdése előtt történik, akkor megyünk ki közösen, és onnantól igazából már csak egy közös bemelegítés van. Én még mindig beszaladok egyet pisilni ilyen 15-20 percnél, és ennyi. És utána pedig feldobják a labdát. Úgyhogy ez tulajdonképpen a mérkőzésig. A mérkőzés után... Mit iszol? A mérkőzés közben az első fél időben színes löty, másik fél időben víz. És az még hozzátenném, hogy egyértelműen az, hogy a mérkőzés napján megpróbálok rengeteg folyadékot inni. Tehát, hogy ezért nagyon sokat is járok pisilni, de rengeteg folyadékot iszom. Tehát, hogy például közvetlen meccs előtt szerintem másfél liter vizet minimum megiszok. Minimum. És akkor mérkőzés közben, ahogy mondtam is, első fél időben színes valamilyen kis cukros löty, második fél pedig már csak víz. És akkor a vége van a mérkőzésnek, akkor szintén változó, nyilván ugye a lejegelés stádiuma jön akkor, vagy akkor csak ugye azokra a pontokra térd, boka, talp, stb., ami éppen fáj, vagy bemegyek, és akkor az egész merülő jeges fürdő, ami egy 5 perc, 10 perc, amíg az ember ott van. Hazamegyek, és akkor általában onnantól kezdve egy vacsora, az nagyon változó, az nagyon-nagyon változó, hogy mit szoktam vacsorázni. Megpróbálok minél több szénhidrátot, tehát általában tésztát szoktam. De ilyenkor ezt kívánod? Tehát, hogy akkor hazaérsz, akkor éhes nem, vagy, és azért? Nem, általában a mérkőzések után nem is szoktam éhes lenni. Hanem ezt ilyenkor kell? Ez kell, így van. Tehát, hogy azért, hogy minél gyorsabban rehabilitáljak, és recoveryhez ahhoz mindenféleképpen kell. Általában egy tészta, és akkor utána ugye a probléma az, hogy mérkőzések után ugye nem tudok aludni. Tehát ugye ez ugye a nagy probléma. És akkor ilyenkor nagyon sokszor fönn szoktam lenni 3-4, akkor általában leszoktam menni a kis bunkerembe, ahol
vagy telefonozok, vagy játszok. Nagyon ritkán szoktam PlayStation-özni is, esetleg, hogyha úgy van, de nagyon sokszor csak nyomogatom a telefonomat, fölrakom a kis lábamra ezt a pressure gépet, tudom, ami segít ahhoz szintén, hogy regenerálódjak. Megiszok általában két sört, és utána pedig valószínűleg beveszek egy altatót, vagy egy melatonin tablettát, ilyen 2-3 óra körül, hogy megpróbálom. Ennyire szétfel az adrenalin a meccsről? Tehát ennyire... Nem tudok meg, ráadásul ugye amiatt, hogy ugye délután mondjuk alszok egy 2-3 órát, ezáltal ugye ez annyira... Ez is bekavar. És ugye este 9, tehát ez azt jelenti, hogy ráadásul ugye ez a vacsora, tehát ugye én itt ez általában 12-12 óra 15, mire hazaérek. Tehát ugye az azt jelenti, hogy fél egykor eszem, tulajdonképpen vacsorázom, mire ugye fölrakom az összes cuccot, mert minden, az a hajnali egy. Tehát tulajdonképpen, és nem tudok úgy, hogy most puff, lefekszem aludni. Tehát hogy nyilván kell egy ilyen 2 óra, ami az ember egy kicsit lenyugszik, ugye a sok cukor, az a löty, meg nem tudom mi, meg mindent, amit beviszek magam a szervezetembe, ugye iszom egy kávét, még egy kávét a meccs előtt, általában megeszek egy ilyen kis valamit még a meccs előtt is általában, ami pluszban van, vagy taurin, vagy koffein, vagy valami. Úgyhogy igazából fölgyülemlik az emberbe, és ez mondjuk mindenkinek szerintem egy ilyen nehéz része tulajdonképpen az egésznek, hogy az alvás, ugye. De nyilván amíg fiatal voltam, ugye ezzel sem volt probléma, mert ugye aludtam utána másnap délig vagy egyik, csak hát ugye másnap ugye ugyanez indul, és viszem a gyerekeket reggel, igen, és megyek föl, de hát szívesen csinálom, tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy reggel megyünk együtt, és akkor ott vagyunk, úgyhogy nagyjából így néz ki egy nap. Ez nekem brutál izgalmas volt, szerintem a nézőknek is az lesz. Nem tudom, elmesélted-e már valaha így elejétől a végéig, de szerintem piszok érdekes. Engem nagyon érdekel, meg nagyon foglalkoztat ez a sportolói táplálkozás, meg hogy ebben hogyan miként fejlődött egyébként a világ, meg per egyénileg is hogyan van. A másik dolog, ami nagyon foglalkoztat, az a cipők kérdése, és ugye mindig, amikor nézem rajta a fotókat, akkor múltkor talán Instán meg is beszéltük, hogy a Bruce Lee Kobe-ba játszottál, és az elmúlt időszakban az 5-ös meg a 6-os protrók váltakoznak a lábadon, és ami érdekel, hogy mikor váltottál alacsony szárú cipőre, és hogy gondolkoztál-e már azon, hogy mi lesz, hogyha ugye véget ér ez a Kobe Nike deal, és már csak aranyáron tudsz utánpótlást szerezni, kinéztél-e már valami más modellt, mert hogy ez elég komoly probléma lesz, mert hogy most éppen a félkosaras világ, akinek nincsen signature cipője, az Kobe 5-ös 6-osába játszik. Már most is megmondom őszintén, hogy óriás fejtörést hoz ez nekem, mert ugye nyilván nekem, hála Istennek, a Nike ugye szponzorál engem most már tényleg évek óta, de hát ugye azért ezekhez a Kobe cipőkhöz még én se jutok hozzá. Tehát ugye ezt én is ugyanúgy próbálom különböző helyekről beszerezni, és nyilván amikor kijön, akkor én is ott vagyok, hogy sorsolás, és akkor válasz ki, és soha nem választanak ki, persze, esélyem nincsen. Pedig már úgy csinálom, hogy két telefonon feleségem, én telefonom, és hát ha akkor egy... A két telefonnal viszonylagosan lemaradsz az ezres bot hadseregektől, amiket 16 évesek üzemeltetnek. Csapat, esélyem nincsen, úgyhogy nyilván ilyen second handbe próbálom ezeket a cipőket beszerezni, és hát nyilván ezzel van probléma. Például most van még dugiban, még mindig van egy Bruce Lee, egy sárga Bruce Lee, de hát nem merem fölvenni se, mert úgy vagyok vele, hogy néztem az árak múltkor, hogy 6-700 euróért mennek, és mondom, hát akkor én ezt nem akarom elhasználni, úgyhogy én egy 10 évre váltottam szerintem. Pont amikor kijött az 4-es Kobe még, akkor még én Fejérváron játszottam, akkor voltak az első ilyen alacsony szárú cipők. A 4-es volt az első. Így van, és akkor én azba játszottam, és ugye tavaly például végig 4-es Kobe-ba játszottam, és olyan tényleg olyan jó élményeket hozott vissza, hogy újra ezekbe szeretek most így játszani. Most van például 23-as Jordanem is, ami ott van elfekvőbe, rengeteg KD-n van, de én volt, hogy egy időben KD-be is játszottam, van szerintem most 10 pár meccs, a Nike meg csak az küldött nekem, csak én meg nem szeretem, mert az elég magas szárú, és már fáj tőle az Achilles-em, nem úgy jó, nem olyan kényelmes, úgyhogy próbálom ezeket tartalékolni, ezeket a kis Kobe cipőimet, és azt csinálom, hogy edzésre nem használom őket, csak meccsre. Tehát, hogy ezek csak meccs cipők, és így általában elég sokat ki is szoktak húzni, mert mondom, vigyázok rájuk, mint hogyha aranyból lennének, nagyon-nagyon vigyázok rájuk. Egyébként mennyire vagy sneakerhead? Vagy hogyha nem a cipők, akkor van esetleg olyan kicsit elmegyünk bulvárban, olyan drága hobbit, amit így megoszt, az ilyen óra, kocsi, valami, amit így nem tudtunk eddig rólad, de hogy amire szívesen költöd a pénzedet? Szívesen nem, de költöm.
cipőkben nagyon-nagyon nagyon-nagyon szeretem a cipőket. Mondom, ahogy mondtam is, nagyon nagy szerencsém van, mert tényleg évek óta a Nike szponzorál engem, és rengeteg Nike cipőt küldtek, és ahogy mondtam is, nagyon vigyázok rájuk. Tehát tényleg én fölveszem, és miután fölveszem, megtisztítom, és visszarakom. Tehát mindig próbálok rájuk vigyázni, és nyilván el is rakom őket, hazaküldöm őket, amiket már nem használok. Nyilván nagyon sokszor, hogyha ugye vannak barátaim, akiket még együtt kosaraztunk, és hasonló méretű lábunk van, akkor ugye azokat tudom szponzorálni is valamilyen szinten, de erre azért szeretem a szép cipőket. Autókat is nagyon szeretem nyilván, nem azt mondom, hogy van 100 darab autóm, de voltak szép autóim, most például jelen pillanatban egy Teslával járok, ami most már 3 éve van nekem, és most nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon szeretem, és tényleg nyilván benne volt az is valamilyen szinten, hogy szerettem volna zöld lenni, bár tudom azt, hogy nyilván egy Tesla az nagyon-nagyon drága autó ahhoz, hogy zöld legyen az ember, de nyilván... Igen, szokták mondani, hogy ezek máshol szennyeznek, de... Így van, azért mondom, tehát... Hogy S-modelled van? S-modell, így van. És mindig mondják nekem, ó, igen, de hogy zöld, de mondom, jó, rendben van, csak mondom, tehát most, ha mindenki zöld, nem a Teslától lesz, mert ugye ahhoz egy nagyon-nagyon drága autóról beszélünk, de viszont én nagyon elégedett vagyok, és nagyon szeretem az autómat, és minden nap, amikor beleülök, akkor hálát adok, és megköszönöm, hogy ilyen nem lehet, és mehetek vele edzésre, úgyhogy nyilván, de mondom, hála Istennek nagyon nagy hobbiaim, amik drága lennének, nem kaszinózom, nem csinálok ilyeneket, mint ugye, vagy nem fogadok különböző dolgokra, mint ahogy nagyon sok sportolónál ez probléma szokott lenni, úgyhogy hála Istennek, megpróbálok azért erre odafigyelni. Nyilván ez is, ahogy mondtam, a korral azért ez valamilyen szinten sokkal egyszerűbb. Másrésztről pedig nyilván az, hogy családomban, feleségem van, akik nyilván ott vannak mögöttem, azért ez is egy olyan dolog, amit már az ember nyilván azért sokkal jobban kontrollálja.